Szentpáli Roland Nyíregyházán született, és itt indult zenei karrierje is. Tanulmányait Budapesten végezte. 2018-ban védte meg doktori disszertációját a mérészfúvós hangszerek fejlődéséről. Tanít a Zeneakadémián, és külföldön is tart mesterkurzusokat. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar szólamvezetője. Több nemzetközi versenygyőzelemmel a háta mögött, számos hazai és külföldi hangverseny után most zeneszerzőként lépett a közönség elé. Hangszeréből adódóan művei között jelentős számban találunk fúvós hangszerekre írt kompozíciókat, de az est folyamán vokális művével is megismerkedhettek a zenebarátok. A művész nagy örömmel tért vissza szülővárosába. Óriási öröm és megtiszteltetés, hogy már nem csak játékosként, hanem zeneszerzőként is már második alkalommal bemutatkozhatok, mert ugye tavaly évben is volt egy ugyanilyen szerzői estem, és ez köszönhető a Filharmónia Magyarországnak, hogy megbíznak abban, hogy én egy olyan produkciót és olyan darabokat tudok lehozni, ami izgalmas lehet az itteni közönségnek, és hát remélem, hogy idén sem fognak csalódni ebben. Szentpáli Roland jelenleg egy nagy lélegzetű művön dolgozik, balettzenét szerez. Éjszakánként szoktam ezeket csinálni. Most éppen az MMA-t, a Magyar Művészeti Akadémia keretein belül egy egész estés baletten dolgozom. Ez már tulajdonképpen tavaly nyáron elkezdtem, úgyhogy ez egy hosszabb lélegzetű dolog, de hát ez egy nagy produkció lesz, kétszer 40-45 perc. Úgyhogy ez veszél az időmet, de egyébként pont ha már balett így szóba jött, a MÜPA-ban játszották a 2020-as MÜPA zenemű pályázatos versenygyőztes balettemet, az Északi Szél és a Napot. Ez kétszer ment, és hál' Istennek olyan nagy sikere volt, hogy még februárban is és áprilisban is megy még kétszer. Úgyhogy nagyon örülök ennek, és hát nagyon ígéretesnek tűnik ez az új balett is. Most éppen azon dolgozom, hogy mire megírom a darabot, már megjön az apparátus, hogy hol és kikkel fogjuk előadni. A koncerten Harsonán Gyivicsán György, Kürtön Zempléni Szabolcs, Tubán Lukács Gergely, Zongorán Szőcs Henrik közreműködött. A Cantemus kórust Szabó Soma vezényelte. A Filharmónia bérletsorozat januári estjén a Szabolcsi Szimfonikus Zenekart hallhatják majd a zenebarátok.